Tisztelettel köszöntöm a jelenlévőket és minden szakdolgozót, akik most is a betegágy mellett vannak. Miért vagyunk itt? Miért elégedetlenek az egészségügyi szakdolgozók, teheti fel a lakosság és a döntéshozók a kérdést, hiszen szerintük minden rendben van az ágazatban, és mi annyit keresünk, hogy plusz szabadságot is kell kapnunk, hogy legyen időnk elkölteni azt. Döbbenetesen emelkedtek a szakdolgozói bérek. Nagyon sokat keresünk. A regnáló kormány előszeretettel tájékoztat számokkal és százalékokkal. Akkor most én is ezt teszem. Bő 3 évtized alatt az akkor 8000 forintos ápolói bér most cirka 200000 forintra nőtt. Egy szakellátásban dolgozó pályakezdő asszisztens nettó 155000 forintot visz haza, míg 30 évi szolgálat után ez nettó 198000 forint. Köszönöm az összes rendszerváltás utáni kormánynak az összesen 25-szörös, 2500%-os fizetésemelést. Azt is köszönöm a kormánynak, vagy kormányoknak, hogy ezen idő alatt a kenyérára több mint 100-szorosával emelkedett. Azt is köszönöm nem csak a jelenlegi kormánynak, hogy a szakdolgozók átlagkeresete nem romlott a magyar átlagkeresetekhez képest, pont olyan rossz, amilyen volt. Bennünket a társadalmi hierarchiában a futottak kategóriájába sorolnak. Annyit érünk szerintük, mint az, ami az ágytálba kerül. Lehet itt mindenféle nagy béremelést kommunikálni, de a valóság számunkra kiózanító. 2021-es béremelésünk 0%. Amíg beígért utolsó béremelésünk 30%-nak füllentett, de valójában 21%, 2022-ben továbbra is csak éppen a víz felett tartja a fejünket. Természetesen az is jót tett a lelkünknek, hogy az orvosi munkát jelenállás szerint 5-6-szor többre értékelik, mint a miénket. A szakdolgozói diploma az egészségügyi rendszerben a legkevesebbet ér. Minden más diploma sokkal-sokkal többet. Egy pályakezdő gyógytornász keresete nettó 198000 forint, 30 évi szolgálat után lesz nettó 265000 forint. Egy PhD címmel meg egyenesen kitörölhetjük, hiszen a szolgálati jogviszonyban mindenkinek jár ezután a pótlék, csak a szakdolgozóknak nem. Tisztelt illetékes döntéshozók! Ne százalékokkal álmítsák az embereket, hanem arról beszéljenek, hogy hova pozícionálják a társadalmi hierarchiában a szakdolgozói réteget. Az orvosok bére magyar viszonylatban a helyre került, a miénk maradt az alvégem. Ígértek nekünk már sok mindent. Például 6-7 évvel ezelőtt korszerű tetszetős védőruhákat. Az tény, hogy nem mondták meg, hogy ez mikor fog megvalósulni. Tudom, hogy vannak prioritások. Meg kell várni, hogy minden 1500 fő feletti településen legyen stadion fűthető gyeppel. Javaslom, hogy gyorsítsák fel a stadion építéseket, hogy mi is hozzájussunk a korszerű védőruhához. Miért is mondom ezt? Megnéztem.
Egy 12 órás műszak alatt 22 ezer lépést tettem meg a 34 fokos kórtermekben, és a védőruha csodálatos anyaga teljesen lekoptatta a szőrt a lábamról. Így a ruha 2:1 funkciót is ellátott. Köszönöm, hogy a kormány tiszteli a szakdolgozókat, és kíváncsi a véleményére. Bő 4 órát adtak nekünk, hogy véleményüzzük a szolgálati jogviszonyos törvényt, melyet így is megtettünk. Ezzel csak az a bajom, hogy véleményünk egyetlen mondatát sem vették figyelembe. A béremelési javaslatainkra meg 4 hónap után kaptunk egy semmitmondó választ. Ebből arra lehet következtetni, hogy bennünket önálló gondolkodásra képtelen rabszolgának tartanak. Megjegyzem, hogy vannak orvosvezetők, akik középkádernek, kisegítő személyzetnek titulálnak még mindig bennünket. A hányaveti, dilettáns, káoszos szolgálati jogviszonyos törvény tömérdek problémát generált. Például, mint hallottuk, több ezer kolléga nem kapta meg a 25, 30, 40 év után járó jubileumi pénzét. Nekünk nincs kafetéria, nincs szép kártya. Egyedül a jubileumi jutalom van, volt az állami egészségügyben egy élet munkája alatt 3-szor. Úgy tűnik, hogy ezt se érdemeljük meg. Összegzésként mondhatom, hogy átvágtak folyamatosan bennünket. Nagy tisztelettel meghívom a saját munkahelyemre az illetékeseket, hogy lássanak reális képet az ellátásról. A gyakorlatban bemutatnám és elmagyaráznám a problémákat, de kit is kéne meghívnom? Az országos kórházi főigazgatót? Itt van! Az Emberi Erőforrás Minisztérium első emberét? Még a járvány kezelését sem bízták rá. Az egészségügyet ténylegesen irányító belügyminisztert? Jó, jut eszembe. Javaslom, hogy a tankönyvek ágyazással kapcsolatos részében szereplő angol sarok kifejezést azonnal változtassák meg nemzeti sarokká. Talán emiatt jobb lepedőket kaphatnánk, ha már semmilyen ápolás segítő eszköz, gondolok itt betegemelő fürdető rendszerekre nincs, kőkorszaki állapotok uralkodnak az ápolás terén, ezért javaslom, hogy az ágyak sarkába rakják már oda a raktárakban amortizálódó lélegeztetőgépeket. Jó lesz pohártartónak. Ez amúgy pont olyan jó ötlet, mint annó az, hogy minden ágy mellé páncélszekrényt. Az az érzésem, hogy elmúlt másfél év alatt nem jöttek rá a döntéshozók a fontosságunkra. Ne szavakkal köszönjék meg a munkánkat, hiteltelen minden szó akkor, vannak például vannak olyan intézetvezetők, akik mindig szakdolgozók kárára spórolnak. A 4 nagy egyetem. A 4 nagy egyetem fogott össze, hogy minél kevesebb szakdolgozónak kelljen kiadni a 10 nap pótszabadságot. Ellenben vannak kórházak, ahol szinte mindenki megkapja. Ki a felelős ezért? A kormányrendeletek, melyeket lehet feketének és fehérnek is érteni. Emiatt és az ágazat rendkívüli alulfinanszírozottsága okán esnek egymásnak
a munkáltatók és a munkavállalók. Londontól Tokióig, lásd az olimpiák megnyitóit, látják az ő vezetőik, hogy a szakdolgozók, ápolók áldozatos munkája milyen fontos a társadalomnak. Idehaza még mindig cselédként tekintenek ránk. Amúgy kell a cseléd az inasok mellé. Egy amúgy is viharvert szakdolgozói társadalom nyakába szakadt egy pandémia minden hatásával. Erőn felül teljesítettek a szakdolgozók minden szinten az egészségügyi és szociális ellátó rendszerekben. A már végletekig kizsákmányolt testüket és lelküket tovább sanyargatták, hogy a betegeket és a gondozottakat el tudják látni. A kollégák 70%-a kiégett, 50%-a súlyosan, krízis szinten rossz lelkiállapotban van. Megjegyzem, ez a rémisztő állapothoz legnagyobb mértékben a szolgálati jogviszony járult hozzá. Összegzésként megint felteszem a kérdést. Miért vagyunk itt? Azért, hogy megint sokadjára jelezzük, hogy nem becsülik meg a szakdolgozói hivatások gyakorlóit. Számunk rohamosan fogy, és nem lesznek, akik ellássák a betegeket az állami egészségügyi ellátórendszerben. Mi is betegek vagyunk. Belebetegedtünk abban, ahogy bánnak velünk, hogy megfélemlítenek bennünket, amilyen körülmények között kell dolgoznunk. Lesz, aki meggyógyítja az egészségügy szolgáit? Vagy hagynak meghalni bennünket? Ezt vegye mindenki egy utolsó segélykiáltásnak. A félreértések elkerülése véget nyomatékosan jelzem, hogy a segélykiáltás mögött nem a gyíkember, a patás ördög, vagy bármilyen hazai vagy külföldi erő áll, hanem mi, magyar szakdolgozók. Nem csak magunk és hivatásunk miatt emeljük fel a hangunkat, hanem a magyar lakosság miatt is. Nem lesz senki, aki ellássa őket, amikor megbetegszenek. Nekünk tényleg a beteg és a hivatásunk az első.